Andinak kakálnia kell. Úristen! Rá tudok egyet csapni! Az előző részben kedves barátom Zsédav dolgozott nekünk. A mai részben vajon ki fog velem scammer hívásokat létrehozni az illegális bunkerünkből a Robloxban? Sziasztok srácok! Üdvözlök titeket újra itt nálam. Ennek a videónak a folytatásáról van szó. Tökre tetszett nektek, nagyon élveztétek. Értettek, hogy zseniális ez a retardált Roblox játék, de hát ezért szeretjük a Robloxot, mert tele van mindenféle hülyeséggel. Úgyhogy örülök, hogy tetszett nektek ez a videó. Úgyhogy nézzük is meg a Robloxban. Ez a feeding trash, nekünk nem ez kell. Úgyhogy amíg betöltöm a játékot, addig beszéltek videóban először a legeslegújabb Zero Tutti Juice-ból. Egészségetekre, ugyanolyan isteni finom Tutti Frutti ízű üdítőital, mint az eredeti Tutti Juice, de ugye ez koffeinmentes, csökkentett cukortartalmú, ez pedig koffeinmentes, teljesen cukormentes is, úgyhogy... oh yeah, egészségetekre. Nagyon-nagyon finom. Aki esetlegesen cukorbeteg, vagy odafigyel, hogy ne igyon sok cukrot, az ennek ez tökéletes. Ennek ez tökéletes. Na itt is van a játékunk. Itt is van a játékunk 56 ezer őrült lájkkal. Tényleg rettenetes mértékben furcsa egy játék, de el lehet rajta poénkodni. Kíváncsi vagyok, hogy ma ki fog nekünk dolgozni. Ma ki lesz az, akit beszkemmerkedünk. Már mi nem beszkemmerkedünk, hanem ráveszünk, hogy velünk szkemmeljen. Mondtátok nekem, hogy ez nagyon hasonlít arra, amikor egy videóban megprankeltem a srácokat, Icebluebird Bencét, Dávidot, nem is emlékszem, kiket prankeltem meg, és ugye ilyen kamu telefonhívásokat intéztünk hozzájuk, na ez hasonló, és ahogy nézem, az öreg Sajtipajti és Dogi Andi is csatlakozott hozzánk. Ezt nézzétek. Na, ez komoly. Ez komoly, amikor a két videós haverodat is be tudod izzítani arra, hogy szkemmeljenek neked. Úgyhogy, három haver... Andi kiakadt. Andit fel kell kelteni, ahhoz, hogy felkeltsem, hozni kell neki egy energy italt. Srácok, ne ijatok energia italt, főleg ne feleslegesen, teljesen feleslegesen pörgetitek a szíveteket. Főleg, hogyha fiatalok vagytok, egyáltalán nincs szükség plusz energia italra. Tudjátok, hogy az energia italt... Hozni kell Kingának a vödröt, bele kell, hogy kakáljon. Igen, aki nem látta az első részt, az nézze meg. Jó nagyot belekakált a vödörbe. Szuper. Sajt is kidőlt. Szóval az energiaitalt annó, ugye az első Red Bullt, az volt az első energiaital, arra találták fel, hogy aki sokat dolgozik, fizikai munkás, annak egy kis plusz energia legyen. Úgyhogy nekünk itt fiatalon nincs rá egyáltalán szükség, vagyis hát én ma annyira nem vagyok fiatal, de... Maradok a Tutti Juice-nál. Nagyon jó lett ez a zéró szerintem. De nyugi. Tartogat még újdonságokat ez a nyár, srácok. Na, ők csinálják a scammer hívásokat. Azt mondtátok nekem, hogy jussak el 50 scammer hívásig, és akkor történni fog valami, de csak is akkor, hogyha eljutok. Na már 58-nál vagyok. Nem tudom, mi történt. De emetek 50 scam hívásért kaptam egy virágot. Ez volt az, amit kapok? Azt az eget, mint valami Sims játék. Ez nem olyan volt? Emetek a halamat, vagy nem is tudom, kit mentem. Igen, a halamat kell megmenteni. Ott van a halamról a kép. Ő a buba. 1 millió dollárba kell, hogy megmentsem. Mint látjátok, 160 dollárom van. Úgyhogy Andinak elromlott a számítógépe. Hammer, kalapács kell. Kingának már megint kakálni kell? Na várjatok. Várjatok. Honnan szerzek kalapácsot? Hallgass! Kinga belenyomta. Sajt megint bealudt. Jó, és Andinak kalapács kell. Azt gondolom majd innen tudom megszerezni. Így van. Hammer time. Hammer time. Biztos vagy benne, hogy Andi, hogy kalapáccsal kell megjavítani a számítógépet? Igen, már itt látjátok, tolja is a scammer hívásokat. Na, 100 scamnél kapunk még dekorációt, és ha 400 dollárunk megvan, akkor fel tudunk venni egy itt dolgozót, aki majd gondolom menedzseli itt a srácokat. De intézzünk mi is pár scam hívást. Bekapcsolta. Windows, halló, tessék! Ez itt Letícia? Igen, el szeretném mondani neked az igazságot. Igen, nem bírja a sketch contentet befejezni a nézését YouTube-on. Hogy tanultál meg skateboardozni?
A grandson 12 szót el tud mondani visszafele. És már ütjük is a bankkártya adatait, transfereljük át a pénzt, borzalmas cselekvéseket csinálunk, és Andinak kakálnia kell. Láttátok a kiírást? Dogi Andi azt mondta, hogy Gergő kakálni kell. Hát én ezt nem hiszem el. Én ezt nem hiszem, teszik, itt jelentkezik Andi, hogy kakálnia kell. Beleintézte, Kingának már megint kakálni kell. Szerelmem, mennyit kakálsz te? Idióta retardált játék. Sajtnak elromlott a számítógépe. Srácok, nyugodjatok már le. Nekem is kell scammer kólolgatnom. Ha jól tudom, én ugye többet keresek. Vannak upgrade-ek. Gyorsabb scammelés, gyorsabb transfer és more money per scan. Scam, nem scan, na. Nem tudom. Lehet hátteret is beállítani. Wallpaper. Ja, hogy megvehetem, jó van már, persze. Igazából én most itt inkább gyűjtöm a pénzt. Úgyhogy intézem is a következő telefonhívást. Haló, haló, hiányzik Ronald régem. Lejtette a sapkáját. Mi a kedvenc ételed? Kitisztíthatod a cipőmet bármikor. Itt van a bankkártya kódom. Ez remélem a való életben nem történnek ilyen scammer hívások. És sajt írt nekem egy üzenetet, láttátok? Ez Levi! Wow, az nem is Kinga, hanem Levi, ezt valaki pont írta nekem a komment szekcióba, köszönöm, hogy ez nem is Kinga, hanem az Levi, az unokatesom, csak ugyanolyan alap noob skinjük van. Na, még egy scammelést tolok, aztán megyek, megnézem a srácoknak mi baja van ott hátul, biztos szarni kell valamelyiknek, vagy elromlott a számítógép, úgyhogy meg kell kapalácsolni. Na, exiteljünk. Nézzük csak, kinek mi kell. Ezek ketten beallottak. Levinek meg kell kalapácsolni a számítóját. Azt mondja, hogy tessék, számítókapalács. És akkor hozzunk vödröt. Nem vödör kell. Bolond vagyok. Ez kell. Egy ide. Tessék felkelni. Tessék felkelni. Azt tolni tovább a scammer hívásokat. Amúgy mindenkinek kék halálos a gép, az nem zavar senkit. Mindjárt megvan az internünk, aki foglalkozik a srácokkal. Most rája gyűjtök. Csak nehogy jöjjön, mert múltkor jött a rendőrség, múltkor jött a adóbeszedés, meg mit tudom én micsoda. És nehogy elvegyék a nagy nehezen megszerzett pénzemet. És hát meg is adta. És hát meg is adta a credit card numberjét. Hihetet, már Levi megint ír. Most nem megyek, kedves Levi. Most inkább csinálom a hívásokat. Intézem. És már meg is van adva a bankkártya szám. Let's go. 365, 375. Nél járunk. De itt Levi bealudt. Vigyünk neki egyet. Így né. Nyomjat haver. Nyomjat haver. Gyerünk, jöhetnek a hívások. Extrém retardált ez a játék. Ki ez? A giraffe human orange juice. Igazából semmi értelmeset nem beszélünk. Na, 101 hívásnál tartunk, és elméletileg most meg is lesz a pénzünk. Gyorsan. Ó, a Dogi Andinak vírus van a számítógépén. Meg leszünk? Meg is vagyunk! Gyorsan, gyorsan, gyorsan. Vegyünk fel 400-ért egy intern. Na. Ó. Várjál, ez most Kinga vagy Levi? Úristen! Rá tudok egyet csapni! És azt mondja, hogy jó, azt mondja, imádok itt dolgozni, nem zavar, hogy semmi pénzt nem keresek. Úristen! Ez a munka megmosolyogtat. És akkor ő itt most intézni fogja a srácok dolgait, hogyha jól értem. Úristen, ez nagyon kretén, nagyon kretén. Na, Saskemnél van dekoráció, új achievement, Sims. Figyelj, van ivókút, lámpa, egy segreütés. Hopp, és hát megy is megcsinálni a számítógépét Levinek. Ez nagyon jó. Ez nagyon jó. Azt mondja, hogy a deszkemet ki tudom dekorálni, hogyha 150 scamnél tartok. Hol tartok én? 115-nél. Úgyhogy mindjárt az is megvan.
Azt nézem, hogy a többieknek itt sokkal nagyobb office-a van. Ő itt éppen szkemmel. Hello, haver. Úristen, neki már 5 haverja dolgozik. És ő kinyitotta ezt a hátsó részt is. Sőt, a fentit is. De annak mi értelme van? Úristen. Ide van, lehet még ültetni embereket? Meg lehet még feljebb menni? Úristen, ez a játék, ez meddig fog tartani? Amíg megszerzem azt az 1 millió dollárt. Ez kemény. Na, menjünk vissza, itt senki nem dolgozik, haverom, elmondom neked, hogy te itt ülsz, senki nem dolgozik. Az ég egyadt a világon. Megyek is, és ráütök az itt dolgozóra. Azt mondja, inkább most itt lennék, mint otthon a feleségemmel és gyerekeimmel. Ez egyértelmű. Na, mindjárt megvan a 190, veszük is fel a következő haverunkat, mert ez így viszont már nagyon megéri, mert ő rögtön szalad és csinálja az ő kéréseiket. Mindjárt megvagyunk a 150 scamnél, hogyha gyorsan indítunk mi is egy scam hívást. Hello there! Milyen gyakran eszel? Kérdezem én. A békámra emlékeztetsz? Mi a kedvenc fád? Úristen. Elfelejtem befizetni a taxokat. Úristen. Na, 145-nél vagyunk, így meg is leszünk 150-nél. És vesszük fel a következő haverunkat. Kíváncsi leszek, hogy ki lesz az, aki itt fog dolgozni. Ja, 190 kell. Akkor bocsánat. Még gyorsan intézünk egy hívást. Írtam neked egy verset. Jó hajad van. A férjem hamarosan nagyon gazdag lesz. Kivéve, hogyha mi jól lehúzzuk őt most pénzivel. Gyerünk, nyomjad. 195. Meg is vagyunk. Ki a következő paciens? Ez már megint kinek a noob skinje? Ez most Kinga vagy nem Kinga? Rá is csapok. Úgyhogy azt üss meg megint, megérdemlem. Jézus Máriám. Na, 143 scamnél vagyunk. 150-nél kapunk új dekorációt, viszont most már a haver az 345-be kerül. Nézzük, miket tudunk venni. Kétszeres money, de csak 10 percre, 1 órára, 30 percre, 5 percre, 5 percre és 20, 10 percre 30. Ja, értem. Na, gyorsabb internek. Mi ez, Johnny Depp? Nézzétek már. Igen. Fizetünk neki... Ó, fizetünk az interneknek pénzt, így gyorsabban dolgoznak, gyorsabb szkenek. És felvesszük Johnny Deppet, aki mindenkinek begyorsítja a szkem hívásait. Instant transfer és sprint. Úristen, srácok, írjátok meg, hogy a következő részbe melyik ilyet vásároljuk meg. Meg is vagyunk a 150 szkemnél. Ja, ez asztali dekoráció. Az a hógömb. Azt kaptuk. Na. Srácok, ebben a részben sokat haladtunk, lett egy új internünk, akit üthetünk, lett dekorációnk, és akkor részes a következő része, döntsétek el, hogy ki az, akit esetlegesen megvegyünk magunknak segíteni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, remélem jól éreztétek magatokat, hogyha igen, akkor veressetek egy óriási lájkot, ha nem, nyugodtan egy dislike-ot, ezzel ez ti vagytok a legeslegjobbak, és ne felejtjétek el, az Isten eredeti tuti csúszadjen veletek. Sziasztok!